köszönöm a szót, Holló Mártinnak, egy órán át magamnál is tartom, meg Juhász Péterrel folytatjuk, tehát neki is átadom majd, jó estét kívánok. Köszönöm, egy órát nem kérek. Hát egy órát nem is fogunk együtt tölteni az Együtt elnökével. Hát ez egy érdekes történet, hogy belekavarodtak a múlt héten. Főleg azáltal, hogy egyrészt volt egy ötlet, hogy hogyan lehetne valamiféle módosítóval mégis valamilyenné tenni a Fidesz által másodjára is elővezetett plakáttörvényt, ezt a Lex Csicskát. Másrészt aztán jött a hír, hogy Szerény Zsuzsa elhagyja az Együttet, mert egyfelől nem ért egyet az ön aktivista működésével, másfelől pedig azt állította, hogy a plakáttörvény szavazása kapcsán nyomás alá helyezték, hogy szavazzon a Fidesz-szel. Gondoltam, hogy azért ezt tegyük rendbe, hogy hogyan van ez. Kezdjük a törvénnyel magával. Itt ugye az történt, hogy hírek jöttek, finoman fogalmazva, hogy az MSZP és a Fidesz az valami módon egyeztet a plakáttörvény kapcsán, és beadott az MSZP egy módosító javaslatot, ami szerintünk szintén elfogadhatatlan lett volna, mint ahogy a Fidesz törvény magában is elfogadhatatlan volt. Az MSZP javaslatai nem javítottak volna a törvényen, ahogy azt remélték? Nem. Tehát abban voltak olyan elemek, amik ugyanúgy lehetőséget adtak volna mondjuk arra, hogy a CÖF egyébként kampányoljon, megtiltották volna a pártoknak a kampányon kívüli plakát elhelyezést, vagy bármilyen hasonló szolgáltatás igénybevételét, és ez nem jó, mert egy pártnak ez a feladata, hogy valamilyen módon kommunikáljon, így is úgyis az ellenzéki pártok már ki vannak szorulva a kommunikációs térből gyakorlatilag nagyon-nagyon sok helyen, vagy majdnem mindenhol. Az óriás plakát látszik, hogy még egy hatékony eszköz, gondolhatunk itt az elmúlt időszakok óriás plakát kampányaira ellenzéki részt, és ezeknek igenis volt hatásuk. Tehát mi ezekkel nem értettünk egyet, ezért letettünk egy koncepciót még akkor, amikor az MSZP élt, hogy ha már valamit, akkor egy ilyet próbáljanak meg elfogadni, ami hát nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog átmenni a Fidesz-en sehol. Abban mi volt? Erről is mindenfélék vannak. Hát abban alapvetően pont ez volt, hogy a pártok azok mindenhol, vagy minden időszakban kampányolhassanak. Azok a szervezetek, amelyek nem regisztrált jelölt állító szervezetek a kampány idején ne kampányolhassanak óriás plakáton, tehát a CÖF, de akár a kormány se. Benne volt olyan is, hogy egység áron, tehát lista áron kapja meg minden párt a plakáthelyeket, magyarul egyenlő esélyekkel induláson, ne lehessen olyan, hogy 10-12-szeres áron kapja az egyik vagy a másik, hogy lehessen kedvezményt adni adott pártnak, de akkor az jelenjen meg a kampányfinanszírozás soron vagyoni hozzájárulásként, hogyha valamely cég ilyen módon támogat egy pártot. Tehát ezek valóban a transzparencia irányába mutató elképzelések lettek volna. Kísérletnek tűnik. Nem volt kérdés számunkra. Hát pont ezért azt mondtuk, hogy itt van egy javaslat, ugye állandó kritikája az ellenzéknek, mert hogy kritikát kap az ellenzék, hogy soha nincsenek javaslatai, mindig csak óbégat. Az Együttben mi kifejezetten figyelünk arra, hogy legyenek javaslataink, ilyen volt már a menekült ügy kipattanása kapcsán, egy hétre, két hétre rá már kint volt a javaslatunk. Mi minden egyes szakpolitikai kérdésben, ha megszólalunk, akkor az alá van támasztva anyagokkal. Na de ez a javaslatuk, ez lett valamilyen módon hivatalos is, tehát bekerült például a törvényalkotási bizottság elé? Pont ezt akartam mondani, hogy mi oda be se adhatunk javaslatot. Tehát mi nem kezdeményezhetünk ilyen módon módosítást. Mi azt tettük, hogy elküldtük minden frakcióvezetőnek ezt a papírt, hogy mi így képzelnénk el egyébként a kampány finanszírozást, vagy hát a plakátok elhelyezését, de minden más szolgáltatás esetében is ugyanilyen módszerrel állnánk. Magyarul transzparens legyen, és mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítson. Erről szólt maga a törvény. Ezt pontosan tudtuk, hogy hogy mondjam, nem tudja, talál hogy majd nem értő fülekre. Azzal kezdődött minden egyes sajtótájékoztatónk, és minden egyes megszólalásunk itt is, nekem is sajtótájékoztatón és élő videóban is mind visszakereshető, hogy a legfontosabbnak viszont azt tartjuk a plakáttörvény szavazásakor, hogy az ellenzék őrizze meg az egységét, amit korábban ugye felmutatott, tehát semmiképp ne legyen olyan, aki valamilyen módon a Fidesszel együtt szavaz, bármilyen érdekből. Ezt mondták Szerényi Zsuzsának is? A Zsuzsa végig részt vett ebben a folyamatban, hát elnökségi üléseken. Akkor mit értett félre? Ez volt a nyomás, hogy nem akart az ellenzékkel együtt szavazni? Úgy megmondom őszintén, nem, ez biztos vagyok benne, hogy Zsuzsa is egyértelműen elutasította volna a Fidesz javaslatát. De úgy is szavazott. Én megmondom őszintén, nem tudok erre válaszolni. Nekem ez a szomorú, hogy én magam is... nem akar. Most innentől ez egy róka fogta tyuka. Ott kiadott egy nyilatkozatot, abban ez van, és azóta meg most nem nyilatkozik. Csak mondom, ezek visszakereshetőek, hogy nem, hogy nyomás nem volt rajta, hát erre nem nekem kéne itt ülnöm, hanem mondjuk Szabó Szabolcsnak, aki országgyűlési képviselők szintén, és elmondaná önnek, hogy milyen nyomás helyezkedett rá az elnökség részéről, semmilyen. Én azt gondolom, hogy Zsuzsa talán más okok miatt ment el, de ezt nem az én tisztem találgatni, hogy mi lehetett az. Szerintem ez egy folyamat része volt inkább, hogy internetes portál taglalja, és ezt hoztam, most hirtelen nem tudom melyik, hogy neki gondolom, személyes, talán gondol, személyes problémái Lényi voltak. Dániel cikke ma lejött.
nagyjából körbejárta, az se egész pontos egyébként, az olyan, mint mondjuk Zsuzsa is köztem lett volna ellentét, holott köztünk tényleg nem volt, azt hiszem, politikai ellentét se értékelt. Valami mégis kellett, hogy legyen, mert hogy konkrétan nem ért egyet a Juhász féle aktivista politikával. De hát ezt is tisztázzuk, hát az együtt akcionista politikájával nem ért egyet, az meg azért furcsa, mert Bajnai Gordontól folyamatosan akciókban jelent meg az együtt. Emlékezhetünk, még 2013-14-ben volt, amikor a Sándor palotára másztak fel aktivistáink, az erkérés eljárás indult. Folyamatosan akciókban voltunk mindig, minden egyes politikai megnyilvánulásnál. Tehát mondom, szerintem itt egy picit másról van szó, és nem személyes ellentét velem, hanem esetleg a párt egészével. Tehát én azt gondolom, hogy de ez tényleg csak egy gondolat, hogy szerintem egy picit megcsömörlött ebben a hajtásban, ami nyilván nyomásként helyezkedik rá is. De nem akarok találgatni, se bántani, nem célom, és szeretném ugye rendeződni a viszont, helyzet. Viszont a mandátum. Ön visszakérdő nem adná. Hát pont ezt mondtam, hogy örülnék, ha rendeződne a helyzet. Zsuzsával én nem beszéltem azóta. Ezt az egészet, hogy ő lemond, kilép a pártból, én azt ugyanúgy a Facebook üzenetéből tudtam meg, mint ahogy bárki más egyébként. Azóta ő egy jól megérdemelt szabadságát tölti, amit előre bejelentett, tehát nem is ezügyből kifolyólag. Én várom, hogy visszajön és leülhessünk beszélni arról, hogy ő mit gondol erről a kérdésről. Azt látni kell, hogy Zsuzsa az együtt listáján került a parlamentbe, Szigetvári Viktor helyére ült be, Viktor volt ebben nagyon nagy vonalú, és mondta, hogy ő viszi akkor a pártot elnökként, még abban az időben Zsuzsa üljön be a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy úgy lenne stílszerű, úgy lenne ildomos, hogyha a párt az továbbra is rendelkezhetne azzal a mandátummal, amiért ez az egész közösség dolgozott meg, de nem akarom előrevetni, én bízom benne, hogy ez találkozik Zsuzsa hozzáállásával is. Amikor Kónya Péter hagyta ott a pártot, Zsuzsa emellett érvelt, hogy a mandátumot adja vissza Kónya Péter. Bízom benne, hogy ez most is így lesz. Itt van a friss kutatás, erről Gyurcsány Ferenccel is beszéltünk. Ez önök adata 2% a biztos pártválasztók körében. Ez az együtthöz képest nem kifejezetten rossz, de hát önmagában azt gondolom az. Én megmondom őszintén, ezt többször elmondtam mindenhol, ezeknek a kutatásoknak 5-10% között van a hiba határa. Tehát most éppen az egyik mérésben egy vagy a másikon 500, konkrétan hívjon be ide szakértőt, és el fogja mondani. 10% az túlzó. Nem, tehát ezt én leírva láttam ezt, mi is kutattatunk már, elnézést kérek érte. És ott azt szokták leírni, hogy az együtt eredménye 2%-10%-os hiba határa? Nem, azt szokták elmondani, hogy a telefonos lekérdezésnél minden 18-20. Ember válaszol, a személyes lekérdezésnél meg minden 8.-10. Nem tehát, tudom megmondani, hogy ez milyen módszer. Higgyel, alapot, hogy az nincs nem mentegetőznék, én csak arra akartam utalni, hogy nem adok arra igazából, hogy az egyik hónapban egy, a másik hónapban 4%-on állunk, nincsen ennek jelentősége ebben valóban a térben. Valóban nincs, mert egyik sem éri el a parlamenti bejutási küszöböt, tehát máshol viszont kell gondolkozni. Minden egyes alkalommal elértük a parlamenti küszöböt, amikor valós helyzetben voltunk, az EP választásunknál 7,25-öt pedig 2%-ra mértek előtte minket, hogy az időköziket nézzük, Zuglóban a civil jelölttel 11%-ot értünk el, pedig egyetlen pártként mentünk a civil Zugló jelöltjét támogatva. Tehát engem ezek nem zavarnak. Én eleve ugye abban valami mégis zavarhatja, mert az új pólus koncepció az pontosan ezt oldaná meg, ezt a problémát, összeadódnának azok a részszavazatok. Az új pólus az nem a pártok problémáját oldaná meg, hanem a választók és az ország problémáját oldaná meg. Az új pólus az arról szól, hogy hogyan lehet a Fideszt legyőzni. És ez nem azon múlik, hogy az együttnek 3%-a van, vagy 6, és akkor bejut a parlamentbe. Nekünk nem az a célunk, hogy parlamentbe kerüljünk. Nekünk az a célunk, hogy egy olyan világteremtő jön meg Magyarországon, lehetőség szerint konszenzussal, amivel az itt élők azok nyernek. Amikor Európa felé megy az ország, és nem tudom, Oroszország felé. Az igaz, hogy amikor... Momentum PMLMP? Meg az együtt, hogy ez lehetne ez az a is akár. Ez egy koncepció felvezetés, felvázolása volt, anélkül, hogy bármiféle tárgyalás kezdeményeztünk volna. Bárkitől kapott rá valami pozitív választ már? Nem is kérdeztem senkit. Nem, mondom, ez egy újságíró feltett egy kérdést, hogy hogyan lehet legyőzni a Fideszt. Elmondtam, hogy így lehet legyőzni. Egy darab jelölt legyen szembe az egyéni választókerületekben, és ez két lista legyen, a régi elitlistája és az új elitlistája. Így le lehet győzni 2018-ban a Fideszt. Mi erre gyúrunk. Úgy gondolja, van a Fidesz, van az új elit, meg van a régi elit, tehát az három lista minimum, meg a Jobbik, az a negyedik. Hát a Jobbikkal én nem meg kalkulálok meg abban az értelemben. Meg még ki tudja, ki mindenki akar indulni. Világos, én most a demokratikus pártokról nem beszélek, amelyek a Fidesz... lesz, hanem így minimum három. A Fidesz-szel szemben álló demokratikus erőkről beszélek. Én annak örülnék, hogyha Botka László és Gyurcsány Ferenc nem veszekedne, hanem valamilyen módon együttműködni próbálna. Ugyanígy annak örülnék, hogyha az új pólusnak nevezett pártok vezetői nem egymással szembefognak,
fogalmaznák meg magukat, hanem együttműködni próbálnak. Erre a két listára biztosan szükség van. Van nagyon sok olyan szavazó, aki nem hajlandó bárkinek a személye miatt az egyikre szavazni, vagy a másikra szavazni, tehát kell a két lista. Az a fontos, hogy az egyéni választókerületekben, amikor a helyi jelöltet választják ki az emberek, ott egy darab demokratikus jelölt legyen szemben. Az, hogy még ott van a Fidesz mellett egy Jobbik is, az engem nem zavar. Elvi alapon a Fidesz, vagy a Jobbikkal semmilyen módon nem működnénk együtt, soha semmilyen körülmények között. Ez nem kérdés, szerintem nem csak nekem, hanem más demokratikus elköteleződésű pártvezetőknek, vagy pártoknak sem. És az még választás matematikailag még jót is tehet, hiszen megosztja a jobboldali szavazókat, hogyha egy Jobbik ott van a Fidesz mellett. Tehát hiába játszik Orbán Viktor arra, hogy a szélső jobbos szavazókat magához csábítsa a Jobbiktól, ez ebben a konstrukcióban lényegtelen. És így igenis meg lehet verni a Fidesz 2018-ban. Én erre válaszoltam, mint koncepció. Hogy mikor célszerű erről beszélni valójában? Az én azt gondolom, hogy az ősz. Tehát egy másodpercig, amikor szembe próbálnak engem állítani a Momentummal, vagy az LMP-vel, vagy már pedig ők külön mennek, én nem kértem őket semmire, nem ültettem le őket egy asztalhoz, nem kerestem meg őket egy levéllel, hogy tárgyaljunk már és alkudozzunk, nem erről szól. Mindenki építse a saját politikáját. Az együtt az egy liberális politikát visz, ez nem kérdés, szerintem minden egyes megnyilvánulásunkból látszik. A Momentum még nem köteleződött el ideológiák irányt, én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnye a frissesség, a lendület, és drukkolok nekik, hogy sikerüljön megkapaszkodniuk a magyar politikai térben. Az LMP-nél látszik, hogy egy zöld utat visz, jut ő is, most a 7 éve tolják a zöld politikát, és ugyanezen hiba határon belül mozognak valamilyen szinten. Viszont van nagyon sok minden, ami összeköti ezeket a pártokat. Összeköti, és akkor még a PM-ről is beszélhetnénk, de beszélhetnék egyébként, most nem akarom kompromitálni, de Gémesi György pártjáról, akiről azt gondolom, hogy szintén jó szándékúak, és a vidékről tudnának plusz szavazókat hozni. Ha megjelennek újabb pártok, én róluk is beszélek. Az biztos, hogy összeköti ezeket a pártokat, az alap, hogy egy demokratikus Magyarországot a jogállam helyreállítása tűzték ki célul, és ez a lényege a mai illiberális állam és a liberális állam közötti, hogy mondjam, politikai lehetőségeknek. Tehát én ezért tartanám fontosnak, hogy ezek az együttműködések meglegyenek. Ez nem az együttről szól, ez a nemzetről szól, az országról szól, hogy hogyan lehet a Fideszt leváltani, úgy, hogy egyébként a különböző programok egyébként összeegyeztethetők legyenek, hogy a zöld programot az együtt be tudja fogadni, higgyék el, hogy be tudja fogadni. Én ezen szoktam nevetni zöld politikai pártok vezetőivel, hogy én személyesen sokkal zöldebb vagyok a mindennapi életben, mint ők maguk. Én ugye nem, hogy húst nem eszem, hanem vegán vagyok már, és ez az állatok kíméléséből fakad, és a többi. A zöld politika meg nem erről szól, de hát ez most... Bocsánat, Baranyi Krisztánnál nincsen aktívabb zöld politikus a mai magyar politikai életben. Először föl számolta... Tessék? Ő eszik húst. Ő talán eszik húst, na, látja, igen. Hát, ez nem erről szól. Oké, csak arról beszélek, hogy amikor egy mérgező hulladékot kell elszállítani, akkor Baranyi Kriszta elintézi ezt ellenzékből. Most éppen a Szamosnál dolgozik, már nemzetközi szinten. Romániában nagyobb sajtója van Baranyi Krisztának, mint Magyarországon, pedig egy ottani gyár, hát nem akarok gusztustalankodni, de állati hulladékát szűretlenül engedik a Szamosba, ami viszont Magyarországon okoz környezetvédelmi károkat és hát fertőzés beszéltünk. Tehát magyarul összeegyeztethetők ezek a programok, mert meggyőződésem, hogy az együtt programelemeivel meg tudnának azonosulni a más pártok. Hát meghallgatjuk majd őket. Ez ki fog derülni? Ez az egy dolog, ez ja, biztos. És én biztos vagyok benne abban is, hogy mindenki érti a, hogy mondjam, jelen szavát, és érti azt, hogy nagyobb felelősség van a pártvezetőkön, mint csak az, hogy a saját pártjuk bekerül a parlamentbe. Ez az optimista változat, legyen igaza. Én is bízom benne, hogy így lesz. Köszönöm.